A Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum, Návai Lajos Szakgimnáziuma szakközépiskolája és kollégiumának tantestülete a múlt tanév során kezdte meg gyárlátogatásait. A dolgokoripari BT-hez több mint 50 pedagógus érkezett az intézményből. A cég összetett technológiai folyamatokkal dolgozik, melyet a tanárok turnusokra bontva közelebbről is megszemlélhettek. Gábor Zoltán ügyvezető igazgató stábunknak elárulta. Jelentősnek tartja az oktatási intézménnyel való jó kapcsolatot, ugyanis számukra fontos szakmákat tanítanak a létesítmény falai között. Itt most ugye a Návainak a tantestülete van, tehát azok az oktatók, tanárok vesznek részt ezen a gyárlátogatáson, akik képezik számunkra a jövő munkaerejét. Fontos az, hogy lássák üzemi környezetet, fontos az, hogy lássák a technológiákat, a munkafolyamatokat. Úgy gondolom, hogy ezzel is nyernek egy képet arról, hogy milyen kihívások elé áll majd a jövendő munkavállalója, az, akit ők képeznek most. Az oktatási intézmény igazgatója, Kincses Tíme a televíziónak elmondta, az iskola igen elkötelezett abban, hogy megfelelő minőségben történjen a szakemberek képzése. Ezeknek a gyerekeknek óriási lehetőség az, hogy 9. osztályos koruktól fogva konkrétan itt a gyárban szocializálódnak. Nem csak azt a tudást tanulják, amely a gyakorlati képzésüknek a része, hanem az, ami a munkavállalók számára fontos, hogy pontosan érkezzenek, hogy elkötelezettek legyenek az iránt, a munkahely iránt. Tehát ezeket a kompetenciákat mind-mind már 9. osztályban kialakítják itt. A dúókoripari BT-nél 2016 óta végezhetnek szakmai gyakorlatot a Návai Iskola gépi forgácsolás tanuló nebulói. Az idei tanévben már a harmadik csoportot fogadja a cég. Ennek tükrében közel 30 növendék sajátíthatja el leendő hivatását.